Az alapigénket szeretném felolvasni a Krónikák első könyvéből, a 28. fejezet 9. versét ezen belül. Te azért, fiam, Salamon, ismerd meg a te atyáid Istenét, és szolgálj néki tökéletes szívvel és jó kedvel. Mert az Úr minden szívbe belelát, és minden emberi gondolatot jól ért. Hogyha őt keresénded, magyarul keresni fogod, csak régiesen, megtalálod, ha ellenben őt el fogod hagyni, ő is elhagy téged mindörökké. Hosszú az ige, és sokan mondani valója, mint mondtam, és én most nem az igéről magáról szeretnék szólni, csak az első szakaszáról, annak is a fő gondolatáról. Te azért, fiam Salamon, ismerd meg a te atyáid Istenét. Hát nem írja az ige, de nyilván kitaláltuk, hogy kimondhatta ezt Salamonnak. Egy Salamont ismerünk a Bibliában, sőt, azon túl is. Ugye Salamon királyt, az ő édesapja Dávid volt, és amit olvastunk, az akkor hangzott el, amikor Dávid közelérezte a halálát, szólította a fiát, akit Isten jelölt a gyermekei közül utódnak, és hát ezzel vált el Salamontól, ez volt a testamentuma, hogy úgy mondjam, az eszmei hagyatéka, vagy a hitbeli hagyatéka, hogy Salamon, ismerd meg a te atyáid Istenét, és hát mindaz, amit még utána olvastam. Nem tudom, nem találjátok furcsának azt, hogy Dávid ugye már igen idős, meg fog halni, Salamon javakorabeli ember, királynak van jelölve, Dávid házában nőtt fel, akként nevelték, és azt mondja neki Dávid, hogy ismerje meg az Istent. Hát ez olyan axióma, nem? Tehát, hogy nyilvánvaló dolog, Salamonnak ismernie kellett az Istent. Eleve Isten választotta Salamont uralkodónak Dávid helyére, hogy így mondjam, a Dávid utódjául. Ha jobban belegondoltok ebbe az igébe, ez felvet egy kérdést, hogy létezhet az, hogy valaki ilyen tapasztalatok hátterén még nem tapasztalta meg saját magának az Istent? És hagyd válaszoljak rá rögtön, hogy igen, létezhet. Hadd olvassak fel Jákobról nektek egy rövid szakaszt a Pátriárkák és Proféták című könyvből. Így írja, titkolt sóvárgással hallgatott Jákob mindent, amit atya mondott a lelki elsőszülöttségi jogról. Gondosan megőrizte, amit anyjától hallott. Éjjel és nappal ez foglalkoztatta gondolatait, még végül életének mindent magában foglaló céljává vált. Most figyeljetek! Miközben azonban az örökkévaló dolgokat már többre becsülte a mulandó áldásoknál, tehát az értékrendje már megváltozott, Jákob még nem ismerte tapasztalatból azt az Istent, akit tisztelt. Szívét még nem újította meg az isteni kegyelem. Nem tudom, értitek-e, figyeltétek-e, mit mond. Azt mondja, hogy már azok a fontos dolgok neki az Isten dolgai, tiszteli az Istent, de nem ismeri tapasztalatból. Kimondhatjuk nyugodtan, hogy tudni valakiről, hinni valakiben, elhinni a létét, adott esetben bizonyos tapasztalatokat is megszerezni az életben, hogy csak ott volt az Isten, csak éreztem a gondviselését, csak megmentett élethelyzetekben, az nem ugyanazt jelenti, mintha ismerném, mint hogy a tapasztalatból ismerném, egy folytonos kapcsolatban lennék vele. Akik itt voltatok a legutóbbi alkalommal, délután Józsefről volt szó, ugyanez szóba került, én most arra már csak utalni tudok, nem térek vissza, de ugyanezt elmondhatom mondjuk egy János apostolról, aki Jézusnak a tanítványa volt. Tudjátok talán, hogy mennydörgés fiaként indult a pályáján, Jakabban együtt, a testvérével együtt. Volt olyan, hogy egy falura tüzet akartak kérni, mert az volt a bűne a falunak, hogy nem adtak szállást a megváltónak. Az ez elég aránytalan büntetés szerintem, és ez nagyon lelkesen ajánlotta fel, mint a hite bizonyítékát, hogy ő megértette, hogy milyen nagy erő van a hitbe, ő szívesen kért tüzet a falura, megkérdezte az urat, hogy jónak látná-e. Hát az úr nem látta jónak. Annyit mondott neki, hogy nem tudjátok, minél mű lélek van bennetek, ugye ez egy közvetett feddés, mert kétféle lélek lehet az emberben, ez nem az volt, aminek lenni kellett, tehát akkor ez csak a másik lehetett. János sem ismerte az urat. Ott élt vele, szerette, szolgálta, ismerte, mint ember a látható valóságot, de igazán mélyen nem ismerte, ehhez kellett még neki idő, és végül megismerte, és meg is változott az egész attitűdje, hozzáállása. Ugyanezt elmondhatnánk Péter apostolról is, de nem ezzel szeretném tölteni az időt. Inkább egy olyan jelenségre hadd hívjam fel a figyelmet, hogy amiről most beszélek, amiről az alapigénk beszél, az nem csak egyének életében játszódik le törvényszerűen mindenki életében, hogy előbb jön az ismeret többnyire, és azután egyfajta tapasztalat, egy mélyebb tapasztalat, sokszor évekkel, évtizedekkel később, hanem ez közösségek szintjén is lejátszódik. Két példát hadd hozzak a kereszténység elejéről meg a végéről. Az elejéről egy olyan példát talán már itt is idéztem, de nem baj, az ismétlés, én úgy gondolom.
Egy könyvben azt olvastam, Erich Schneppel az Útkezdete című könyvében, hogy a kereszténység, az őskereszténység ott csúszott le a helyes nyomvonalról, amikor Jézus Krisztus ismeretét, amiről itt szó van, amire Dávid buzdítja Salamont, felváltotta a Jézus Krisztusról való ismeret. Ha leegyszerűsítem, akkor a teológia. Tehát a megváltó személyes ismeretét felváltotta azt, hogy sokat tudok a megváltóról. De az nem ugyanaz, ezzel vigyázni kell. A másik eset, az a vége a kereszténységnek, mint mondtam, ez a Laodicea esete. Mi a gond Laodiceával? Tudjátok, ez a hetedik nagy korszak, bocsánat, hogyha valaki ezt nem ismeri, most nem tudok kitérni az összefüggésekre, legtöbben ismeritek, mire gondolok. A Biblia azt mondja, hogy 7 korszaka van a kereszténységnek, egyik ilyen, másik olyan, többnyire inkább olyanok, tehát nem jók. A hetedik az a legrosszabb a maga nemében. Egy reménytelen, kihűlt, hát langyos, de a szeretetben kihűlt és remény, szinte reménytelen állapot. És úgy írja le ezt a Biblia, hogy az a baj a Laodiceának, hogy bővölködik ismeretben, akár a megváltóra vonatkozó ismeretben is, csak egy a bökön, hogy maga a megváltó kívül áll az ajtó előtt, és onnan akar bejutni az egyes emberek életébe. És ez jellemzi általában ezt a korszakot, ez a mi korszakunk különben. Tehát ahogy az őskereszténység lecsúszott a helyes útról, mert elvesztette a személyes közösséget Istennel, azt mondja a Biblia, hogy a végén, a mi esetünkben a megoldást az jelenti, hogy ugyanezt az utat visszafelé járjuk meg, csúszunk vissza a helyes útra, és az ismeretet, valakiről való ismeretet váltsa fel a legszemélyesebb ismeret és közösség. Azzal a valakivel, aki a mi hitünk középpontjában áll. Ennyit szerettem volna elmondani bevezetésként, és ezzel vezetné be azt a témát, amit a meghívón is láttatok. Hogy amit itt idéztem, akár az igéből, akár a Pátriárkák és Proféták című könyvből, és amit itt összefoglaltam, ez azt mutatja az én számomra mindenképpen, hogy ezt az utat mindenkinek be kell járnia. Legtöbben, akik itt vagyunk, talán nem tévedek, azt mondom, hogy valamilyen szinten gyülekezeti életben vagyunk, gyülekezetben nőttünk fel, talán gyerekkorunk óta. Nyilván előbb jött az ismeret, a tapasztalat a gyülekezettel, a családdal, a hitnek a hallása, és aztán idővel jött, vagy fog megérkezni az, amire Dávid buzdítja Salamont, hogy személyessé váljon mindaz, amit tudunk és hallunk. A nagy kérdés úgy gondolom az, erre kaptam én is a felkérést, és erre vállalkoztam, hogy azt az időszakot hogy vészeljük át, ami az ismeret megszerzésétől a személyes megtapasztalásig elterik. Érthető, amit mondok? Definiáltam a feladatomat, én legalábbis így értelmeztem, remélem, hogy jól értelmeztem. Mert ez a legkritikusabb, akik itt vagyunk sokunk számára, talán nem mindenki számára, bocsánat, akinek ez nem lesz még személyes, de azért azzá válhat, mert nem csak az kerülhet ilyen helyzetbe, aki itt nőtt fel a sorainkban, hanem az is, aki bekapcsolódik a családjával, vagy esetleg viszonylag fiatalon, valami vonza, és az első fázisban ismer dolgokat, vonza egy közösség esetleg jó esetben, de még nem személyes ez az élettapasztalat. Az a kérdés, hogy hogyan éljük meg azt az időszakot, amikor a formák és a szabályok messze menően meghatározzák az életünket, de még nem tettük azokat magunkévá. És akkor még tovább súlyosbítom a kérdést, nem csak meghatározzák az életünket, hanem őszinte leszek, korlátoznak minket, nem? Tehát egy csomó mindent csinálnánk, amit nem lehet, többieknek lehet, kortársaknak lehet, nekem miért nem lehet, azért, mert itt vagyok, ilyen szókimondó feladatot vállaltam már, de nem baj, ugye úgy néztek rám, tehát megbotránkozzon, de hát azért szerintem én is itt nőttem fel. Úgyhogy egy olyan gyülekezetben, hogy én voltam az ifjúság, az összes korosztályát én alkottam lényegében. Úgyhogy ott nem volt ifjúságvezető például, ebből kifolyólag, értelemszerűen én vezettem magamat. Tehát a nagy kérdés az az, hogy hogyan éljünk együtt egy olyan értékrenddel, amit nem tettünk magunkévá. És nincs más választás, mert abban a családban élek, abban a gyülekezetben élek. Ezt egy nagyon fontos kérdésnek tartom, erre is mondtam azt, hogy nagyon örültem, hogy ezt felvetették, hogy erről szóljak, mert ez egy húsbevágó kérdés, ott van az életünkben, talán sokszor nem beszélünk róla, vagy nem merünk beszélni róla, vagy nem nagyon kérdezik ezt tőlünk. Én nemrég jártam egy gyülekezetben, egy volt gyülekezetem, mert az sok fiatal van, mondták, hogy vállaljak ifjúsági szombatiskolát, és én elvállaltam, és én merészen én ezzel a kérdéssel álltam elő, megkérdeztem tőlük, hogy akkor beszélgessünk, de nem úgy, hogy majd én itt osztom az okosságot, azt nem szeretem. Hát ti mondjátok el nekem, hogy ti hogy bírjátok ki fiatalon azt, amit az jelent, hogy a gyülekezetben éltek, amiről most beszéltem, hogy van egy értékrend, azt el kell fogadni, és ti ezt hogy tudjátok feldolgozni, és én szerintem egy jó kis beszélgetés kerekedett belőle. Úgy érzem, hogy azt kérdeztem meg tőlük, amit talán ritkán kérdeznek, vagy nem az alkalmas személyek kérdeznek. Ez nagyon nehéz családban például, az nagyon jó viszonynak kell lenni, hogy erről lehessen nyíltan és önfeledten beszélni.
Tovább tágítanám a kérdéskört azzal, hogy mi van, ha valaki már megtapasztalta azt, amire Dávid biztatja Salamont, és a gyülekezetnek egy része, vagy jó része még úgy tűnik, hogy vagy még nem, vagy már túl van azon a tapasztalaton, hogy ilyen személyes közösség legyen az Istennel, és az ember magányosan érzi magát a gyülekezetben. Tehát nem csak a felnövekvés és a neveltetés stádiumában lehet ez kérdés, úgy gondolom, hanem az érett hitrejutás stádiumában is érezhetem magam magányosnak a gyülekezetben. Ugye a meghívón, ha jól tudom, ez a fő cím, hogy hol van a helyem a gyülekezetben. Most kiszivárogtatok valamit, mert kevesen vagyunk, és bizalmas merek lenni egy ilyen körben, hogy én eredetileg nem ezt a címet javasoltam, jó ez a cím, tehát ne értsetek félre, én eredetileg azt a címet vetettem, hogy nem találom a helyem a gyülekezetben. Mire a marketingesebb állítottságú szervezők azt mondták, hogy nem fog senki eljönni, ezt ne így kérdezzük meg. Igazuk volt, csak ugye próbálom meredekebbé tenni a kérdést, hogy mi van, ha nem találom a helyem a gyülekezetben. Én bízom benne azért, hogy ez nem mindenkinek jelent gondot pillanatnyilag, vagy már túl van rajta, vagy megtalálta a megoldást, de azért ebbe a kérdésbe sokan beleszaladhatunk, és én a folytatásban erre szeretném a választ keresni. De előtte három fokozatban súlyosbítanám a helyzetet, hogyha nem baj, mert akkor annál értékesebbek a válaszok. Én azt gondolom, hogy tovább súlyosbítja a helyzetet a mi számunkra azon, hogy úgy tűnik, hogy ez minden korban kihívás volt, minden kor hívő emberének, főleg fiatalnak, aki a gyülekezet közelében és köterékében nőtt fel. A mi korunkban egy további súlyosbító tényező, hogy a hitünknek az értékrendjéből, amit közvetít, fakad egy sajátos jövőkép, az a jövőkép, hogy ezen a földön nincs jövő nekünk. Tehát nekem nagyon furcsa itt állni egy ifjúsági rendezvényen úgy, hogy úgy beszélek hozzátok, hogy emberi számítás szerint, rosszul mondtam, visszavonom, isteni számítás szerint, tehát a Biblia szerint, akik itt vagytok, nagy valószínűséggel azt az életkort már nem fogjátok elérni, amit a születéskor a statisztikai hivatal mond, hogy ez az emberi életkor várható tartama Magyarországon ma. Tehát mit tudom én, 70 év körül lehetnek ezek, ugye férfiaknak, nőknek különböző általában statisztikailag. Egyszerűen azért, mert azt látjuk, hogy a Bibliában megjövendőlt események olyan formát, mértéket öltenek, és olyan sebességgel haladnak előre, hogy nem valószínű, hogy évtizedek lennének itt hátra a mi világunkból, én ezt megkockáztatom. Erre persze mondhatjátok, szeretek így polemizálni magam, hogy megszemélyesítem a hallgatóságot, de mondhatjátok azt, hogy ezt már máskor is mondták, meg nemzedékek mentek így el. Ez igaz. De az is igaz, hogy egyszer lesz egy nemzedék, amelyik tényleg akkor él. Nem? Bocsánat, matek tagozata jártam, ez néha visszaköszön. Tehát, hogy ez a logikája a dolognak, hogy egyszer lesz egy nemzedék. Mi van, ha mi vagyunk? És mi van, ha legyintünk, hogy ó, hát már hányan mondták ezt, és esetleg minket ér váratlanul. Inkább legyünk éberek szerintem, és fogadjuk el azt, hogy nagy valószínűséggel mi az a nemzedék vagyunk. A következő súlyosbító körülmény az nem annyira biblia, inkább társadalmi jellegű szerintem, hogy egy olyan korban élünk, amikor az a divat, hogy nem elfogadjuk a társadalmi, gyülekezeti, közösségi, családi normákat, hogy így mondjam, hanem sokkal inkább megkérdőjelezzük, és úgy gondoljuk, hogy ezért tudunk mi annál okosabbak lenni. Szerintem régen is a fiatalok voltak, és tudtak okosabbak lenni, csak nem mertek ennyire, mint amennyire most úgy általában a társadalomban. Ajánlom figyelmetekbe az Izsák neveltetéséről szóló szakaszt a Pátriárkák és Proféták című könyv, mert nagyon érdekes, nagyon szép és tanúságos, hogy Izsák milyen mértékben rendelte alá magát az apjának és a neveltetésnek. Az apja által alkalmazott nevelésnek. Jó dolga volt Ábrahámnak, de jó dolga volt Izsáknak is, hogy két hívő ember találtott egymásra. Csak azok kedvéért mondom, akik esetleg kevésbé ismerik, hogy a végén ez odáig ment, hogy Izsák elfogadta azt is, hogy az apja választ neki házastársat. Sajátos körülmények között tudnék, nem tudott elmenni az apja, tehát a szolgáját küldte el, mégis az apja szolgája választott neki házastársat. Szívesen beszélgetek erről is különben majd egy másik alkalommal, és bátorítok rá, hogy ez sem rossz megoldás feltétlenül. Mindegy, ezt csak egy példának szántam. Tudom, hogy nagyon riasztónak hatott, de én már rájöttem ennyi idősen, hogy nem biztos, hogy az rossz. A harmadikra térnék gyorsan, mert az időnk halad. Én szerintem az egyik legnagyobb nehézség azon túl, ami az alapfelvetés volt, amit itt mondtam, hogy hát minden embernek ez egy kihívás, hogy előbb ismerni valamiről valamit, aztán utána megismerni valakit. Ez tetézi a mi korunkban az, hogy mi abban a korszakban élünk, amit itt az előbb már hivatkoztam, ez a laudícia. Nem tudom, mit tudtok, hogy a laudíciáról, akik tudják, azok is mennyire emlékeznek. A lényeg az, hogy hát nem a hit magaslatain járó korszaka a kereszténységnek, egy kettősség van benne, sok minden tud, sok minden lehetne, ahhoz képest nagyon sok minden nincs, ez egy fájó ellentmondás. Bocsánat. És az a legnagyobb kihívás ebben a közegben, hogy itt felnőni,
itt nevelés nyerni, itt szocializálódni, ugye egy ilyen tudományos kifejezéssel élve, nagyon nehéz, mert nem kapom meg azokat a pozitív mintákat, példákat, amit egy jobb időszakában a kereszténységnek megkaphattam volna. Lehetséges, hogy éppen hát megütköztet bizonyos dolgokkal. Megosztom veletek az egyik gyerekkori tapasztalatomat, csak hogy miket értem át. Nem baj és nem bántására annak, aki mondta. Mikor gyerek voltam a gyülekezetben, én voltam az ifjúság, emlékeztek, mondtam, akkor az egyik testvér, volt egy olyan jelenet egy szombaton, az egyik testvér végig interjú volt a gyülekezetet, hogy ki eszik még húst. De hát szóval nem ilyen interjú jellege, hanem ilyen, te? Na is, te eszel még húst? És egy kicsit ilyen szóval határozottabban talán a kelleténél, és ott ugye mindenki el volt szeppenve, aztán ki hogy nyilatkozott, ugye, hát volt, aki mondta, hogy igen, volt, aki nem. Mire jött egy talpra esettebb testvér, és az visszakérdezett, ha már interjú, és azt mondja, miért, és te, ugye, aki kérdezte, és mondta, én eszek, mondta, aki kérdezte. És ugye hát vannak ilyen felemás élethelyzetek, és az ember ezt látja, és akkor nem tudja hova tenni, hogy hát hogyan kezelje. Ugye ez csak inkább egy ilyen derűt keltő példa volt, ez nagyon bennem él, azért is idéztem. Semmi baj egyébként, meg nem is neheztelek rá, csak aranyos volt, meg érdekes főleg. És rengeteg olyan tapasztalatunk lehet, ahol szúrja a szemünket valami, ami már esetleg azokért nem, akik benne élnek és csinálják. Már egymást is megszokták ilyennek, ez laudíciának a lényege, és az ember nem érzi jól magát. Én bevallom, ideírtam azt is magamnak, hogy elképzelhető, hogy vannak olyan baráti körünk vagy közeg, tehát korosztály, hanem felnőtt is lehet, tehát hogy van olyan tapasztalatunk, hogy igényesebb, gondolkodóbb, jóindulatú világi emberek körében több megértésre találunk adott esetben, mint egy nem olyan jó sikerült gyülekezetben, hogyha mondhatom így. Azért nem mondok rosszat, ugye? Tehát ez megtörténhet. Azért rögtön hadd ellensúlyozzam, hogy nekem azért vannak olyan tapasztalataim is, amikor olyan fokú tapintatot, meg lelkiérzékenységet, meg figyelmet tapasztalok emberek részéről, amit a hétköznapi értelemben vett társadalmi helyzetük, a hétköznapi szocializációjuk, ha már ezt a szót mondtam, tehát amit ők az életben amúgy szerezhettek, nem indokolna, valószínűleg az ő társadalmi rétegbeli társaik ezt nem tudnák, hanem egyértelműen az Isten ismeretének, a Biblia ismeretének köszönhetik azt, hogy olyan gazdagok, hogy így mondjam lelkileg, és én ezt megtapasztalhatom éppen a gyülekezetben, ahová járok. Tehát azért van ellenpélda is erre. A kérdés az, hogy mit tehetünk, és a hátrévi időben erre szeretném fordítani a közös figyelmet. Én három csoportba soroltam a saját tanácsaimat, ha lehet így mondani, amit végig gondolva a dolgokat a Bibliából merítettem meg tapasztalatból. Előre bocsájtom és szakaszolom a megoldási képleteket, tehát a végére hagyom a szerintem a legjobbat, úgyhogy ne lankadjon a figyelmetek, jó? Akárhogy is mondom, ne lankadjon. Én rögtön azzal kezdeném, ami válasz vagy vigasz lehet. Előre bocsájtom, hogy sovány vigasz szerintem, de a sovány vigasz is vigasz adott esetben. Az első ilyen sovány vigasz az az, hogy a világi családok sem mentesek az értékkonfliktusoktól. Tehát ne higgyük azt, hogy csak adventista vagy vallásos körökben van olyan, a szülő meg van győződve valamiről, a gyerek meg, hogy így mondjam, még nagyon nincs meggyőződve, és akkor ez köztük valami konfliktus teremt, mert mindenkinek van valamilyen értékrendje, a világi embereknek is van, az igényesebb gondolkodó embereknek még inkább, és lehet, hogy a szülő értékrendjével még nem azonosul az ifjú. Ugye van egy kor, amikor ez különösen kidomborodik, akik már szülők, azok tudják körülbelül, mikor van az a kor. Ezt azért tartom fontosnak elmondani, hogy nehogy abba a hitbe ringassuk magunkat, amit Madács ilyetén módon fogalmazott meg, én irodalomból sose voltam erős, az ötösön megvolt, de hát ugye nem vagyok egy ilyen idézőgép, mint a némelyik munkatársam, de azért ez megvan bennem, bocsánat, hogy így mondjam, és ezt jó értelemben mondtam, hogy csodálom, hogy annyi mindenre emlékeznek. Én nem tudok olyat, de ez nagyon megmaradt bennem, hogy a Madács azt mondja, hogy nincs a teremtésben vesztes, csak én, ha jól emlékszem, így hangzik ez a mondat. És néha mi is úgy érezhetjük, hogy adventista családba születtem, adventista gyülekezetben növök fel, nincs a teremtésben vesztes, csak én. Mindenki más olyan szabadnak hat, és szinte irigylésre méltónak. Hadd jelezzem azt, hogy lehet, hogy nálunk a hitünkből, a meggyőződésünkből, a közösségi életünkből fakadóan több a korlát, de nem biztos, hogy ezeknek a korlátoknak csak hátránya van. Azért ott, ahol szabadabban élnek fiatalok, megtapasztalnak olyat is, amit lehet, hogy idővel ők is megbántak, hogy megtapasztalták. Tehát ne úgy fogjuk fel a helyzetet, hogy a korlátok, a szabályok, hogy így mondjam, a normák, azok csak kárunkra lehetnek. Egyszer hallottam egy leírást, nem tudom, hozzátok eljutott-e már, tehát valaki így elmondott egy képet, ilyetén módon értem ezt. Ha igen, akkor bocsánat, akkor ismétlünk, de megint csak azt mondom, nem árt.
Egyszer valaki azt mondta, hogy a hívő ember olyan, mint a nehéz búvár. Nem tudom, tudjátok, hogy mi a különbség a nehéz búvár meg a könnyű búvár között? A nehéz búvár a szó szerint nehéz. Tehát azt a súlya leviszi az aljára a tengerfenéknek, vagy ott, ahol éppen leeresztették. Ezért egy acélkábellel szokták ledarúzni, meg feldarúzni, mert annyira nehéz a súlyánál fogva. És általában az oxigént is nem palackon kapja, vagy nem csak, hanem egy kábelen juttatják el neki. Tehát gyakorlatilag sokkal függőbb helyzetben van a felszíntől, mint egy könnyű búvár, amelyik ilyen maszkal, palackal ott úszkál össze-vissza, ugye, békalábakkal. És az a lényeg, hogy az illető így mondta el, ez egy ige hirdető volt, azt mondta, hogy a hívember olyan, mint egy nehéz búvár, hogy ebben a földi közegben kell, hogy éljen, de közben az ő tartófonala, akár az acélkábelt veszem, akár az életét biztosító levegőkábelt, azt a csövet, az mind felfelé köti. És azt mondja, hogy mi búvárunk az jár kell a tengerfenéken, látja a korallokat, a színes halakat, mindenki színes, szabad, ki akarna menni, de rajta van ez a szkafanderszerű, mint az űrhajósoknál ez a nehéz felszerelés, és azt mondja, hogy neki elég ebből a megkötözöttségből, elég az akadályokból, ő szabad akar lenni, és elnyisszantja mind a két kábelt, ami tartja is, meg ami élteti is. Mondja, hogy hát végülis szabad lesz egy-két pillanatig, de aztán annyi, mert ugye elfogy a levegő, és vége az egésznek. Ugye azt akarta ezzel illusztrálni, hogy lehet, hogy az ember szabadságra vágyik, de lehet, hogy akkor árat fizet azért a szabadságért, amit ő szabadságnak hisz, hogy az életének az egészét és a lényegét veszíti el. Én azt gondolom, hogy az emberi természetnek az a sajátossága, hogy mindig a veszteséget számlálja. Ezért vagyunk pesszimisták. Ez benne van a Bibliában, és mi nem számláljuk azt, amikor az Isten megáldott. Miért mindig csak azt, ami még hiányzik? És ez igaz itt a korlátok és a szabályok kapcsán is. Látnunk kell, hogy mennyi mindentől megvédenek bennünket ezek a körülmények, és nem csak azt, hogy milyen lemondásokkal járnak. A másik következmény, a másik vigasz, hogy így mondjam, hogy házon belül sem speciális a helyzetem. Tehát érezhetem úgy, hogy más gyülekezetben több a fiatal, vagy jobb a közeg, vagy... Tehát, hogy vannak jobb gyülekezetek, megkockáztatom, vannak jobb családok. Azért ezzel vigyázunk, mert nem biztos, hogy így van. Én például nemrég megtaláltam a neten egy nagyon jó leírást a személyiségtípusokról. Nem tudom, tudjátok, van ez a kolerikus, melankolikus, meg szangvinikus, meg flegmatikus. Érdemes olvasni, szerintem nagyon sok igazság van benne. Én mindig azt hittem, hogy nekem egyéni problémáim vannak a társadalommal. Aztán elolvastam, ami le van írva, és kiderült, hogy nem, én az egyik típusba tartozok, az összes többinek ugyanez a problémája a társadalommal, tehát az egynegyed része az emberiségnek körülbelül ugyanazzal a problémával küzd, mint én, megkönnyebbültem. Nem sokat segít a problémáim, de megkönnyebbültem. Ami nagyon hasonló itt a végigvosdának a szakterülete, ugye főleg ez a férfi-nő személyiség, sajátosságok, meg párkapcsolat, hát én kontár vagyok, én ebben nem mennék azért bele, de azért láttam én is erről hasonló értelmű előadásokat, mint amiket ő is tartott, és ami nagy élmény volt a számomra, az a következő. Van egy amerikai, angol nyelven kaptam én is egy sorozat, egy DVD, valamilyen keresztény felekezetben tartja egy előadó. Előadót jó dolgokat mond, csak kicsit túlzó módon adja elő magát szerintem. A lényeg az, hogy lehet látni, amikor magyaráz, és közben veszik a közönséget a kamerák, mint itt is szokták, és nekem a legnagyobb élmény a közönség. Hát látni kell azokat az arcokat, hogy úgy megnyúlnak, ledöbbennek. Tehát amikor elmondja a tipikus konfliktusokat, ilyen megértést, meg nem értést férfinő között, látszik az emberek, hogy ott jönnek rá, hogy ez nem az ő saját problémája otthon. Tehát, hogy teljesen tipikus dolgok történnek a legtöbb helyen, csak az ember nem tudja azt, hogy ezek a problémák, ezek máshol is megvannak, és máshol is keresni kell a megoldást, és kezelni kell. Hát ugyanez igaz arra is, amiről mi beszélünk, hogy nem találom a helyem a gyülekezetben, és hogy hol találjam meg. Rátérek a második fázis. Milyen stratégiát kövessünk a túlélés érdekében, abban az átmeneti időszakban, amíg mi is el nem jutunk a személyes hitre, amiről Dávid beszélt Salamonnak. Hát én azzal hadd kezdjem, hogy nagyon fontos, hogy pozitív benyomásokat keressünk. Egyszer beszélgettem egy fiatal emberrel, ilyen 17-18 éves forma volt, és köreinkben nőtt fel, és mondta, hogy neki ez a... Szóval neki nem jött be ez az adventizmus dolog, tehát ezt én finoman megfogalmazta, tehát nem szimpatikus úgy az egész, ahogy van. Aztán látta rajtam, hogy kétkedek, vagy nem örülök, és akkor folytott, hogy na azért, és akkor elsorolt, hogy XY, na az azért nagyon jó fej, tehát az igen. Aztán mondta a következő, és végül összejött egy gyülekezetre való, én meg is könnyebbültem. Mondtam, hogy már csak menedzselni kéne a helyzetet, hogy egy gyülekezetben legyenek ezek az emberek, és lehet, hogy el is jönne adott esetben. És ez nagyon érdekes volt ez a helyzet, és arra gondoltam, ez eszembe jutott, amikor készültem mára, hogy mi lenne, hogyha akinek problémái vannak ilyen szintű már otthon a gyülekezetével, vagy az egész közösséggel, vagy a vallásunkkal, ahogy tetszik,
akkor vezetnénk egy listát a pozitív adventistákról, nem? Tehát, hogy magunkat erősítendő, hogy azért vannak. Tehát én nehogy abba éljük bele magunkat, hogy nincsenek. Sőt, tovább megyek, ez már a második pont ezen belül, tehát a stratégián belül, hogy nehogy elfogadjuk azt, hogy nekünk nincs helyünk ebben a közösségben, csak mert épp az adott gyülekezetben nem érezzük otthon magunkat. Akkor keressünk meg, építsünk személyes kapcsolatokat máshol. Mert lehet, hogy máshol találunk olyat, akár saját korunkbelit, nem biztos, hogy korunkbelit kell keresni persze, lehet más is, akivel megértjük magunkat, és ápoljuk ezeket a kapcsolatokat, keressük és ápoljuk ezeket a tartalmas emberi kapcsolatokat. Nincs mit csodálkozni azon, hogy nem érezzük jól magunkat adott esetben, mert a laodiceai állapot és a laodiceai gyülekezetek, már pedig a miénk is azok, akárhogy is vesszük, definíció szerint nélkülözik a melegséget meg az otthonosságot. Nagyon egyszerű oka van, olvassátok el a laodiceai üzenetet. Oda van írva, hogy Jézus Krisztus az ajtó előtt áll és be akar jutni. Hát ha ő kívül van, akkor mitől lenne jó nekünk bent? Nem? Hát csiholhatunk ilyen-olyan hangulatot, meg tüzet persze, hogy meg programokat, és jók a programok, tehát vannak nagyon jó programok, én nem az ellen szólok, de a dolognak az érdemi vonzerejét, a közösséget az alapozná meg, hogyha a közösség feje és alapítója közöttünk lenne mindenkor lélekben, és áthatná a lényünket. Mivel ez Laodiceában nem tipikus, nem általános legalábbis, ezért nem kell megijednünk, hogyha ennek a következményeit észleljük. Azt mondtam az előbb, hogy ne fogadjuk el, hogy nincsen helyünk a gyülekezetben, nehogy elfogadjuk ezt a késztetést, ami esetleg ébred bennünk. Megfordítom a tézist, viszont, hogy valamit el kell, hogy fogadjunk. És ez a következő, hogy normák, szabályok mindenhol vannak. Minden emberi közösségben, családban, gyülekezetben, ha tagjai vagytok ami sportegyesületnek, vagy bárminek, mindenhol vannak szabályok. Tehát nehogy azért ne érezzük magunkat otthon, mert szabályok vannak. Próbáljuk megtalálni ezeknek az okát, meg az értelmét, ahelyett, hogy változtatnánk rajtuk, vagy lázadnánk ellenük. Ha megnézitek, az emberek állandóan a formák változtatásától várják azt, hogy jobb lesz a tartalom. Miről szólnak a forradalmak? Hogy megváltoztatjuk a társadalomnak a szerkezetét. És miről fog szólni a következő forradalom? Hogy nem jó sikerült, megint megváltoztatjuk. Ugye van, akik ezt családi szinten csinálják, hogy nem működik a család, elválok, csinálok másik családot. Érdekes, az sem működik. Akkor mit csináljak? Tehát nem a formák változtatása oldja meg a problémáinkat. Ne felrúgni akarjuk ezeket a szabályokat. Előlegezzük meg, hogy azok a szabályok, amik pillanatnyilag nekem nem belátottak, nem elfogadottak, teherként élem meg, korlátként élem meg, lehet, hogy idővel igazolódni fognak. Lehet, hogy azok, akik most a gyülekezetben olyan, most nyers leszek, ez jutott eszembe, ez az, hogy begyepesedetnek hatnak nekünk, hogy nekik úgyis jó, nem is értjük, hogy miért jó, mert idősebbek úgyis jó. Lehet, hogy fiatalkorukban ők is forradalmárok voltak. Ők is voltak fiatalok, csak rájöttek. Tehát ők már megtanultak valamit az életben, és megtapasztalták. Épp egy hete a szombatiskában beszélgettünk a testvérekkel, és ott jött egy hasonlat, gondoltam, itt is megosztom veletek. Ti is ismeritek a szalagkorlátot, amikor autóval megyünk, nem, hogy ott van két oldalt jó esetben, autópályán mindenképpen, hogy a kötelezően ott van. Szerintetek mire való a szalagkorlát? Mert gyakorlatilag egy életen át bosszankodhattok, hogy szalagkorlát van az úton, mert hát elveszi a szabadságunkat, hogy arra is menjünk, ahol a szalagkorlát van. Na de hát van annyi eszünk, hogy tudjuk, hogy az azért van ott, hogy utána már nem jó menni, mert vagy szembe jönnek, ugye az autópályán a túloldalon, vagy árok van utána. Tehát a szalagkorlát, ha azt veszem, a neve is az, hogy korlát, de én még sohasem hallottam zúgulódni senkit, hogy szalagkorlát van, mert épeszű emberek vagyunk. A szabadságot a két szalagkorlát között kell kiéljük, nem? Tehát az a szabadság. Az életben is vannak ilyen korlátok. Lehet, hogy nem látjuk át annyira a funkciójukat, mint az autóúton, de ugyanaz a lényege, hogy persze lehet szabad, nem összeegyeztethetetlen a szabadság a korlátozással, hanem a korlátok keretet szabnak a szabadságnak, hogy addig beszélhet szabadságról, addig van értelme, amögött valami veszélyes kezdődik, azt jobb, hogyha elkerülöd. Azon gondolkozok, hogy Jézus Krisztus is példázatokban beszélt, hát ennél jobbakban persze, de ma a szalagkorlátot mindenhol látjátok hazafelé, és remény, hogy örökre a szalagkorlát ez belétek vés. A szalagkorlátot láttok, mindig erre gondoltok, hogy vannak másféle korlátok is az életben, és ugyanilyen hasznosak. Jósan haladok tovább. Bocsánat. Mindez, amit elmondtam, ez ilyen túlélő csomagnak jó a gyülekezetben szerintem, de azért nem ez a megoldás, és én sem erre gondolok. A megoldás az, hogy járjunk a végére annak, amiben vagyunk. Tudnék, amiben élünk és amiben felnövünk. Mire gondolok? Nem tudom, hogy
ti felismertétek-e már, ugye hát nem pont egy korosztály vagytok azért egészen, meg a kor sem minden, az élettapasztalat az többet jelent, én úgy gondolom, hogy kinek mennyi adatot és milyen éppenséggel. Az biztos, hogy az embernek előbb-utóbb el kell oda jutni, hogy valamilyen értékrendet választ magának, amihez képest él. Nagyon sokan vannak, akik ezt nem akarják elfogadni, tudat alatt vagy tudatosan, és ezért sodródni kezdenek a nyájjal. Úgy élnek, hogy a többi ember szokott. Ezt hívják nyáj szellemnek, nem túl hizelgő, de ez az igazság. Ennek lehet hódolni társadalmi szinten, most merészet mondok, de vállalom, hogy lehet hódolni gyülekezeti szinten is. Tehát, hogy úgy élek, hogy a többiek szoktak a gyülekezetben. Nem az én személyes döntésem az, amiről Dávid beszélt, hogy járj utána, járj a végére, hanem így szoktak, én is így szokom, ezt szoktam meg, eszembe se jut, hogy változtassak rajta. Ha viszont eljutok oda, hogy ezt a kérdést felvessem, azon gondolkozok, hogy megillet titeket az őszinteség, mégis elmondom, amint gondolkoztam. Én például nagyon sokat tanultam relatíve, tehát én végigjártam általános iskolát, középiskolát, egyetemet. Nekem mindig adta magát, hogy egy dolgom van, hogy tanuljak, meg hogy jól tanuljak, meg hogy a következőbe is bekerüljek. Szerettem is tanulni, elárulom. És az egyetem vége felé, ott is elég jól ment, azért mondhatom, az egyetem vége felé figyeltem azt, hogy ez tényleg bizalmas, tehát csak így magunk közt mondom, hogy már legtöbbnek volt jegygyűrűje, sőt már volt mennyasszonya, vagy már hát házas volt, ugye. Már megvolt, hogy mi lesz a munkahelyük, tehát gyakorlatilag lényegesen előrébb jártak, mint én az életüknek a konkrét tervezésében, a döntések meghozatalában. És ehhez képest én még mindig abban a boldog tudatban voltam, még jön az államvizsga, tehát engem lekötött az, hogy az aktuális teendőim. Viszont a későn érő típus voltam, most kitárulkoztam előttetek, és csak később szembesültem egy csomó kihívásával az életnek, hogy végülis egyszer véget ér az iskola, tehát nem lehet vég nélkül tanulni. Nem tudom, hogy kinek mikor jön el ez az időpont, van, akinek az élet sokkal korábban kikényszerít egyszerűen a körülmények miatt. Nekem viszonylag ez megadatott kényelmesen, bár nem biztos, hogy jó volt, így utóbb azt mondom. Nálam ez így történt, csak azért mondtam el. Nem tudom, ki mikor ébred rá az életben, lehet, hogy még nem mindenki ébred rá, aki itt ül, hogy valamikor neki saját magának kell majd dönteni, hogy milyen értékrendet választ. Most pont arról beszéltünk, hogy sokáig egy olyan értékrendben élünk, ami nem a miénk, egyszer el kell döntenünk azt, hogy melyik a miénk. Választanunk kell. Az első kérdésem az az, hogy miért máshol kezdjük el a keresést, mint amiben felnőttünk? Adjunk egy esélyt annak is, nem? Tehát, hogyha felnőttem egy hívő közegben, ha így neveltek, akkor ne azzal induljon a keresés, hogy valami egészen mással kezdem, hogy nem érdemes-e azt folytatni. Kezdjem azzal, amiben felnőttem. Még annyit talán magához a választáshoz hagyd tegyek hozzá, hogy eszembe jutott azt, talán tudjátok többen közületek, hogy én tanítottam egy közgazdasági főiskolán is pénzügyet, és egyszer megadott ott az a kiváltság, talán az volt a legrosszabb élményem, úgy emlékszem, hogy egy olyan csoportot kellett tanítanom, ami vegyes csoport volt, nappalisok, meg estisek is jártak bele. És nekem mondták a kollégáim előtte már, hogy ők mindig az estiseket szeretik tanítani, a nappalisokat nem annyira. El is mondták miért, teljesen igazuk volt, hát kijött a felemás csoportomba. Tudnék, a nappalis az boldog, hogy diák lehet, és eszágába sincs tanulni. Az esti ne ilyen túregekre gondoljatok, ilyen idősebb korosztályra, aki hát eszébe jutott pénzügyet tanulni 60 évesen, vagy ilyesmi, hanem gyakorlatilag egyidősek voltak, alig volt korkülönbség, csak az egyik megengedhette magának, hogy nappalin tanul tovább, mert a szülei finanszírozták, a másik meg elment dolgozni, és amellett kellett tanuljon is estén. Tehát gyakorlatilag a korkülönbség nem játszott szignifikáns szerepet, ugye ezt így mondják, a különbségben, a magatartásbeli különbségben. Egy oka volt a különbségnek, az, hogy aki nappalira járt, annak nem volt élettapasztalata, nem érezte még, hogy mi a jelentőség ennek, amiről szó van, nem volt rá szüksége, nem szerezte meg a szakmai tapasztalatokat, hogy milyen jó hasznát veszi annak, amiről én ott beszélek. Az estisek ehhez képest úgy jöttek, hogy ők küzdöttek azért, hogy tanulhassanak, tehát ő dolgozott azért, hogy mellette tanulhasson, ő áldozatot hozott. Ő valószínűleg valamilyen szakmai területen dolgozott, azért volt szüksége ahhoz, hogy papírt szerezzen hozzá, tehát megvoltak a szakmai kérdései, kihívásai, és egészen máshogy becsülte meg az alkalmakat, a témát, és egészen más kérdései voltak. És teljesen alá, az az egy ilyen tapasztalatom, hogy mindig nappalisokat tanítottam, hát ilyen sorsom volt, de megértettem a kollégáimat, hogy miért örülnek az estis hallgatóknak, vagy a levelezős hallgatóknak, ezért. És én azt gondolom, hogy amiről mi itt beszélünk, tudnék, hogy ti a Bibliából megérthetitek az egészséges élet alapelvét, most nem annyira a testi egészségre gondolok, arra is igaz, de hogy az egészséges életvezetés, életfelépítés, az élet alakításának az elveit. Az, hogy a Bibliában az Isten nektek
és nekem is mindnyájunknak megváltót kínál, személyes megváltót, aki értünk halt meg, aki ismer bennünket, aki nem csak személytelenül halt meg értünk, hanem aki szívén viseli a mi életünket, a mi gondjainkat, aki egy életen át akar előttünk járni és vezetni bennünket. Ezek olyan értékek, amiket félek, hogy addig nem becsülünk előképpen, amíg abban a védett közegben növünk, amilyen sokszor kifogásaink vannak. Tehát amíg véd bennünket a család meg a gyülekezet a világnak a zajától, háborgásától, addig sokszor el vagyunk kényeztetve ilyen értelmében a szónak, és sokszor pont az ellen lázadozunk, ami a védelmet jelenti. Aki pedig járt kint, vagy éppen kívülről jött, annak a szemében sokkal nagyobb értéke van annak, hogy itt egészséges, letisztult irányelveket talál, és az irányelvek mögött egy személyesen létező Istent, akihez Dávid is tanácsolta Salamont. Egészen más valamit látni, és egészen más valamit megtapasztalni. Most nem akarok nektek élettapasztalatot átadni, az eleve nem megy így, meg nem is akarom magamat olyan nagyra értékelni. Az egy példával hadd szolgáljak, épp a héten is láttam valamit véletlenül. Én amikor gyerekkoromban tévét néztem, akkor olyan sok szovjet háborús film megadatott nekem, nem akartam, de akkor ez ment. És az ember ugye fiúgyerekként látta, hogy rohangálnak, lőnek, meg tudom is én, hogy ez hogy néz ki. Aztán amikor a sereg szólított, én meg nem bírtam ellenállni, be is mentem 18 évesen ide a Magyar Néphadseregbe, és rám akasztottak mindent, ami ezzel jár, akkor kiderült, hogy a filmen azért ez más volt. Tehát azért ott mozogni tudjátok azzal a szereléssel, 6 kiló volt csak, amit vittem, ilyen páncélökörrel voltam, és a többi. Épp a héten láttam egy filmet egy német kommandós csoportról, egy ilyen kis YouTube videót küldött át valaki, 25 kiló a felszerelésük. Gondoljátok meg, az némelyik lánynak már bocsánat a fele szinte, ugye 50-60 kilóhoz képest. Bocsánat, hogy így mondom, csak hogy tényleg egy fél embernyi, hogyha azt veszem. És valahogy meg rajtuk van ez a felszerelés, és nekik abba kell teljesíteni. És amikor te nézed a tévében, nem így gondolkozol, nem? Mert nézed, hogy milyen dinamikusak, meg atlétikusak, de gondold, hogy akkor milyen, hogyha rajtad van. Na miért mondtam el mindezt, hogy az élettapasztalat kapcsán, hogy máshogy látod, máshogy értékeled, amit kapsz a gyülekezetben akkor, hogyha neked ez még nem volt kérdés, ha nem volt kihívás, ha nem szerezted meg a magad, nem egyszer adott esetben lesújtó, visszavető, önmagadból kiábrándító tapasztalatait. Addig nem úgy értékeled a dolgot. Nagyon fontos tehát ez a szempont is. Ehhez is kapcsolódik talán a következő, amit mondani szeretnék, hogy addig ne döntsetek arról az értékrendről, amiben felnőttetek, hogy követitek-e, amíg a magatok számára meg nem ismertétek. Hiába halljátok sokat, de amíg magatok utána nem jártok. Egy apró mazsolával hadd szolgáljak én is a családi életben, amikor a Marci ismeritek sokan, a fiamat kicsi volt, most már nem az, most már nem mondhatom azt neki, mint amikor kicsi volt, hogy az volt a szabály nálunk, hogy nem kérni szabad, de nem kóstolni nem szabad. Nem tudom, értitek-e? Tehát, hogy szabad azt mondani, hogy nem akar egy ételből enni, de azt csak azután mondhatja, hogyha megkóstolta. Olyan nincs, hogy ránézésre tudom, hogy valami nem jó. És én ugyanezt mondanám nektek a hit kérdésére is, hogy persze, mindenki dönthet úgy, az Isten is tiszteletbe tartja, hogy nem akarja követni azt. De hogy pontosan mit nem akar követni, azt ne döntse el úgy, hogy nem járt a végére. Mielőtt kiszálltok valamiből, ne adj ég, mielőtt lemondanátok valamiről, mielőtt más utat választanátok az életben, először járjatok alaposan utána annak, hogy mi az, amiről lemondatok. Mert csak egy valakivel tol ki az ember, hogyha rosszul dönt, azt tudjátok, saját magával. Tehát nem mások lesznek ennek a veszteseinek a döntésnek. Nagyon sokszor zavar bennünket azt talán, hogy késztetve érezzük magunkat, kényszerítve, hogy ránk akarják erőltetni a jót. Nem helyes kényszeríteni, de a jó attól még jó marad. És a vesztesei mi leszünk, hogyha mást választunk. Szerintem azt kéne felismernünk, talán az segítene, hogy létezik az a forrás és létezik az az erő, ami bennünket túl tud segíteni, át tud segíteni. Egy olyan helyzeten, magán az életünkben, azon a helyzeten, inkább így fogalmaznék, azon a helyzeten, hogy nem tudunk a hibáinkkal megbirkózni, nem tudunk mit kezdeni vele, fölül tudunk emelkedni a saját élettapasztalatunkon, a saját képességeinken. Felismerni azt, hogy csak ugyan lehetnék más, lehetnék jobb, és ebben nem mindegy, hogy milyen példaképeket követünk. Ugye magamnak ide írtam azt, hogy a világ általában ilyen kelekótya celebeket meg sztárokat utánoz. Kerestem egy jó szót. Szerintem ez jó szó, nem? Ez még azért nem bántó a kelekótya, nagyon finom voltam, de azért példaképnek kevés szerintem. Tehát
ezek, akikről szól minden a társadalomban. Én nem sokat nézek tévét, de az interneten sem olvasok más gyakorlatilag. Megnézem a hírportálokat, és ott izgalmasan mondják, hogy mi történt előző nap a celebek világában. Hát kit érdekel, hát van egy másik világ, az igazi való világ, hogy így mondjam, amiben élünk. És a nyomorúság, hogy embereket ez köti le, erre figyelnek, ehhez szabják az életüket, ehhez szabják sokszor a külsejüket. És miért nem keresünk valami nemesebb és szebb célt magunknak? És nagyon érdekes talán, amit mondok, hogy szerintem magunkból is kiindulhatnánk, hogy mi lenne, hogyha én jobb lennék annál, mint amilyen vagyok. Mert tudom a hibáimat, és ha csak azokat legyőzöm, már előrébb vagyok. Egy konkrét példát hadd hozzak fel nektek. Jézus Élete című könyvből idézem, azt írja Péter apostol, természetétől fogva heves és megfontolás nélküli ember volt, Sátán kihasználta Péternek ezeket a jellegzetes tulajdonságait. Figyeljétek meg, hogy Péter, hogy bukott, emlékeztek, hogy azt mondták, hogy de te is velük vagy, nem. És akkor háromszor megkérdezték, végén már átkozódva esküdözve mondta, mi volt akkor az alapvető élethelyzet, hogy hevesen és megfontolás nélkül válaszolt egy szorult helyzetben. Magyarul Sátán rájátszott arra a pontra Péter életében, ami neki a gyengéje volt. Szó szerint ez van ideírva, Sátán kihasználta Péternek ezeket a jellegzetes tulajdonságait arra, hogy legyőzés elbuktassa. Most figyeljetek nekem, ez egy nagyon kedves rész, éppen a héten is az áhítatos könyvben olvastam. Bukása előtt Péter, tehát mielőtt elbukott volna, meggondolatlanul beszélt úgy, ahogy arra a pillanat éppen indította. Mindig kész volt arra, hogy másokat kiigazítson, és kifejezze saját véleményét. Figyelem! Mielőtt teljesen tiszta véleménye lett volna önmagáról, és arról, amiről beszélnie kellett. Azért elég problémás, nem? Ti nem ismertek magatokra különben? Bocsánat, hogy ilyen személyes vagyok, de velünk nem esik meg néha az, ami Péterrel, hogy hamarabb nyilatkozunk, mint kéne. Ne adjék, szeretünk a figyelem középpontjában állni azzal, hogy beszélünk és hallgatnak bennünket. Én azt gondolom, hogy nem távoli jelenség az, amit Péternél olvasunk. Ez egy példa, persze nagyon sokfélet hozhattunk volna. Én megmondom őszintén, én nem érzem messze magamról, visszaemlékezve a régebbi énemre, és talán remélem, hogy most már mások gondolkoznak rólam, akik ismernek, de én is ismerem ezt az érzést, az ember hamar nyilatkozik. Azt írja, csak hogy lássátok a különbséget, hogy a megtért Péter azonban egészen más volt, visszafogta előző hevességét és buzgalmát, hevességét, és buzgalmát Krisztus kegyelme szabályozta. Nem volt többé féktelen, önhitt és önmagát dicsőítő, hanem nyugodt, higgadt és tanítható. Mondhatok egy modern szót szerintem, hogy klassz, nem? Tehát olyan jó lenne ilyennek lenni. És neki sikerült. Hát nem mondom, hogy könnyű volt, mert elég nagy megrázkódtatáson ment, tehát mire rájött, hogy mi a problémája, de aztán sikerült. Nem tudom, hogy ha elvonatkoztatok attól, ami esetleg zavar a gyülekezet, majd a beszélgetésről úgy is fogunk beszélgetni itt mindjárt utána, hogy kinek mi a tapasztalata, vagy mit képzelne máshogy, erről is jól lenne nyíltan beszélnünk majd. De hogyha elvonatkoztattok attól, ami nem vonzó esetleg a gyülekezetben a számotokra, akkor titeket nem vonz annak a lehetősége, hogy lehetek jobb annál, mint amilyen vagyok. Ha őszinte vagyok magamhoz, ismerem a hibáimat, hogy ezeket egytől egyig le tudnám győzni, hogyha az Isten segítene. És ezért érdemes lenne mégiscsak itt megtalálni a helyemet, és itt beilleszkednem. Én azt javaslom nektek, hogy vonatkoztassunk el a szokásoktól, az elvárásoktól, és személyes döntést hozzunk a folytatásra nézve. Én is emlékszem, amikor ilyen, hát olyan egyetemista korú voltam körülbelül, és a saját kis gyülekezetemben, ahol felnőttem, hogy kérdezgettek abszolút jó indulattal a testvérek, hogy hát olyan ki finoman, ki nem annyira finoman késztetve, hogy hát a keresztséggel mégis helyzet meg, hogy nem gondoltam, hogy milyen jó is lenne, de jó indulattal, tehát semmi gond nem volt ezzel. Én azt gondolom, hogy nem annyira késztetni, meg noszoktatni kell az embereket, most jó helyen mondom, ugye, de hát még ti is lesztek olyanok, akik fiatalok között lesznek. Az igazán nehéz az, hogy, és igazán szép ugyanakkor, hogy hatékony módon bemutatni és vonzóvá tenni a kereszténységet. Olyan dolgokat is megtesz az ember, amit kényszer hatására. Nagy szép irodalmi példát talán elnézitek nekem. Tom Sawyert kiolvasta, remélem mindenki, alapmű. Emlékeztek a kerítésfestésre, hogy kifestette maga helyett a kerítést a többiekkel, mert meggyőzte őket arról, hogy ez nem egy kényszer munka, ez nem egy robot, ez egy nagyszerű munka. És versengtek, tehát begyűjtött különféle adományokat annak fejébe, hogy festhessék azt, amit neki büntetésből kellett volna. Tehát nem annyira az etikáját ajánlom a figyelmetekbe, hanem sokkal inkább azt, hogy nem mindegy, hogy mit hogy jelenítünk meg az embereknek. Hogy rájuk toljuk kényszerként, és az a gyülekezet felelőssége nyilván nem a tiétek, de a tiétek az, hogy felismerjétek azt, hogy nem rossz, amit képviselnek adott esetben. De lehet, hogy rosszul teszik, és én ettől nem menjek világgá.
nekem kell megszereznem azt a tapasztalatot, hogy megszerezzem az Istennel azt a közösséget, amiről Dávid is beszélt Salamonnak, és hogy az az Isten, aki Salamonnak is segített, mert segített, az nekünk is segíthet. Nem szabad az, hogy az adott esetben a nem egészen helyes elvárások, meg gyülekezeti, vagy így mondjam, kommunikáció miatt a saját döntésünket halogassuk, vagy éppen elodázzuk. Azt gondolom, hogy az a mi felelősségünk lesz, hogyha a gyülekezet hibái visszatartanak attól, hogy az Istennel igazi közösségre jussunk. A gyülekezetnek is felelőssége, de végül a miénk. Egy rövid történelmi példát hadd említsek, a nagy francia forradalom idején az emberek mindent kihajintottak, ami az Istennel függött össze, a Bibliát is szó szerint. Az Istent is kitagadták. Volt oka, volt előzménye, évszázadok, az egyház, amit művelt, az borzalmas volt. De ez nem menti a társadalmat, hogy hibát követett el, a gyereket is kiöntötte a fürdővízzel együtt. Nem kéne ezt a hibát nekünk a magunk életében, a magunk korában, a magunk gyülekezetében megismételni. De egy dolgot rögtön hagyd tegyek hozzá itt a befejezéshez érve, mindjárt a záró gondolatokra térek, egy kicsit türelmeteket kérem még. Ugye végig arról beszéltem, hogy nehogy azért menjetek világán, mert nem jár.